Egyet elkúrtam. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát elsősorban boldog új évet. Azt. Remélem mindenki túlélte a karácsonyi megpróbáltatásokat. De hát új év és új sorozat, és hát azt találtam ki idénre, hogy egy a gitározásban igazán fontos szerepet játszó, akár technikai, akár elméleti részletet egy ilyen komplexebb oktatóanyag videóban kivesézünk egy-egy sztárvendéggel, és hát a mai elképesztő sztárvendégem az a talán, én még nem hallottam Petát rosszul pengetni, tehát a legprecízebben, a leggyorsabban, a legkönnyedébben, a legelképesztően pengetőbb emberke, akivel valaha találkoztam, és hát Madi is megmondta, hogy te vagy a gyorsan jól pengető. Tényleg? Azt hiszem, igen. Te király. Köszönöm. Úgyhogy a mai videó témája az a pengetés, mint olyan lesz. Elsősorban a váltott pengetésről fogunk beszélni, de minden aspektusát érintjük. És hát lesz nagyon sok gyakorlat is a videóban, de ahhoz szerintem, hogy a pengetést úgy igazán megértsük, legalábbis nekem sosem a gyakorlatok hozták meg a várva várt sikert, hogyha volt egyáltalán ilyen, hanem az, hogy értelmezem, hogy mi történik, és tudom kontrollálni a mozdulataimat, és pontosan tudom, hogy mit akarok csinálni. Úgyhogy a duma rész is szerintem ugyanannyira fontos, mint az, hogy... Most abszolút. Igen, hogy mit játszunk. És hát ez... Az egyik legösszetettebb videó, amit eddig készítettem, mármint olyan szempontból, hogy már Peta megnézte azokat a gyakorlatokat, amiket összeértem, és hát van belőle már jó pár, és hát ez már csak bővülni fog. Úgyhogy készítek minden egyes videóhoz egy-egy ilyen komolyabb, összefoglaló oktató anyagot, amit gitárprofilban, PDF-ben felrakok majd a Patreon oldalamra, és ott érhetik el a támogatók. És még egy extra dolog lesz, az pedig a csatornatagoknak olyan videókat is készítünk, ahol Petának a Signature tanító fiksi likjeit majd ilyen kézközeli videóból lelassítva kis magyarázattal is elérhetitek. Lehet, hogy ezek benne se lesznek a videóban, mármint a nagy videóban, mindegy, ezt még majd a jó sors eldönti. Szóval köszi szépen, hogyha megnézitek, köszi szépen, ha feliratkoztok, ne felejtsétek, a Patreon oldalon ott lesznek majd az összes oktatóanyagok, a csatornatagoknak elérhetők lesznek ezek az extra videók. Peta, ez egy nagy falat lesz, úgyhogy szerintem csapjunk bele. Három és. Ez a pengető. Meg kell fogni, és kész. Ennyi. Szevasztok. Gyakorlatilag igen. Jó, kezembe veszem most már én is a gitárt, mert bármikor szükség lehet rá. Szóval, tehát alapvetően szerintem itt felírtam magamnak azokat a sarkalatos pontokat, amik szerintem meghatározzák, hogy valaki jól és gyorsan tudjon pengetni. Az első az a pengető tartása. Mert hát mégis ugye ott kezdődik az egész. Neked ezzel mik a tapasztalataid? Én azt hiszem azok közé tartozom, akik a lehető legáltalánosabban fogják a pengetőt. Tehát semmi extra. Milyen pengetőt van, ha már itt tartunk most? Per pillanat, amiket használok, ezek az Osiris által nekem gyártott ilyen kis signature pengetők. Kétféle van belőle most még. Yes. Van ez a Jazz 3 jellegű, egy kicsit az van módosítva. Persze. A másik az pedig egy ilyen háromszög, aminek így a méretével, meg az alakjával itt sokat vacakoltunk, hogy ilyen legyen. Most már leginkább egyébként ezt használom érdekes Aha. módon, pedig eleinte ez tetszett jobban, aztán... De ja, igen, ez is megér egy külön videót, vége, hogy sosincs vége. Oké, tehát mik azok a fontos dolgok, amik, hogyha valaki még mondjuk soha nem pengetett, akkor hogy kell ezt elképzelni? Az nagyon fontos, tele van, a pengetés az tele van ellentmondásokkal, fizikával, meg a saját testünknek a becsapásával egyrészt, vagy inkább az agyunknak igen, a becsapásával, igen. meg ilyenekkel. De kezdjük talán azzal, ami maga a fizika. Nagyon fontos az, hogy ugye elektromos gitáron játszunk. Ilyen módon az, hogy a húrt például, hogy úgy kezdem el pengetni, hogy a pickup felé, és onnan rugózik vissza, vagy pedig fordítva, tehát csípem, igen. Ettől változik a szand. Igen. Ez azért fontos, mert ilyen szempontból az ideális pengetés az lenne, hogyha a gitár síkjával párhuzamosan pengetnénk, úgyhogy a pengető maga, az pedig a húroknak úgymond a síkjával van teljesen partiban. Merőleges és párhuzamos. Merőleges, párhuzamos, igen. Ez lenne az ideális alapvetően. Aha.
De ez az a mód, amivel gyakorlatilag egyedül eddig én az Aldi Maulát láttam élőben gitározni, irgalmatlan gyorsan nem lehet, tehát így nem lehet gitározni. Hát, erről majd beszélünk, de beszéljünk egy picit a kéz pozícióról is, mert majd nyilván majd a részletekbe mindjárt belemegyünk, de hogy hova teszed a kezed, miért oda teszed te a kezedet? Igen. Az egyik standard dolog nálam az az, hogy nagyjából a húrlábon, ahol kezdődnek a húrok, nagyjából oda teszem, egész egyszerűen praktikus okokból azért, hogy tudjak tompítani, dempelni, akár hogyha a riffelésre gondolunk, akár erre, vagy pedig a noise gate jellegű tompításra, mert hogy ne csörögjenek, zörögjenek a húrok. Tehát emiatt nekem alapvetően itt van a tenyérél lerakva. Azt még azért mondjuk el itt a tényleg a nagyon kezdőknek, hogy a legideálisabb esetben az a hüvelykúj és a mutató új között tartjuk a pengetőt. Sok olyan van, tehát én nagyon sok, egyre több ilyet látok, aki a... Vannak, és vannak, akik így mutatóujjal tepik. Igen. Tehát, hogy erre alapvetően a standard fogás az ez. Nekem nagyjából úgy van, hogy a hüvelykújjam és a mutató ujjam az majdnem merőleges egymásra. Hát ez az oké jelet szokták mondani. Igen. És az, hogy mennyire lógjon ki a pengető, az pedig egy ilyen, hát nem tudom, nekem nagyságrendben egy fél centire lóg ki, ami nekem így pont egészséges, meg ezzel ezeket a pinch note-nak, pinch harmonics, azokkal ez így tökéletesen működik. Úgyhogy nagyjából ez. A másik, ugye az előbb mondtam, hogy mi lenne az ideális, valójában meg ugye így van a legnagyobb ellenállása a pengetésnek, tehát mindenképpen én egy picikét el szoktam fordítani, én előre. Igen. Vannak, akik visszafele fordítják, például Marty Friedman, meg főleg jazzgitárosoknál jellemző még. Igen. Én alapvetően előre döntöm, mint egyébként a gitárosok 80%-a legalább. És egy nagyon picit még azzal is csalok, hogy így is döntöm. Arról majd részletesebben is beszél. Ami még fontos szerintem az első lépésnél, hogy mennyire dugjuk be a pengetőt a húrok közé. Mindegy, csak az elég, hogy húzzuk itt ki. Igen, a vége az legyen. Szóval erre én azt szoktam mondani, hogy nem nagyon, de... Ne fájjon, igen. Csak óvatosan. Jó. Na, igen. Itt megint az van, hogy fizika. Tehát, hogyha túlságosan benyomjuk ide egészen a koptatóig, akkor megint nem fog működni a történet. Én azért gyakorlatilag az, hogy mennyire lóg ki úgymond az ujjunk közül a pengető, az már meghatározza, hogy mennyire tudunk még pengetni, és az már így bőven elegendő. Így van. Tehát ezek szerintem a legalapvetőbb készségek, amiket el kell sajátani, az, hogy tudjunk pengetni. A másik, én tudom, hogy te nem, de én azt vallom, meg gondolom, hogy valamiféle rendszerben kell lennie, a rendszernek kell lennie a fejünkben ahhoz, hogy elkezdjünk pengetni. Tehát az, ahogy a legtöbben kezdik, hogy csak le, vagy csak föl, akár skálákat is, az nagyon hamar eléri a sebesség határát, és ennek a kiküszöbölésére szolgál az oda-vissza pengetés, amit már lehet baromi gyorsan csinálni. Ugye a leföl. De ami a komplex egésze, és amiről szerintem majd a mai videó is szólni fog, az a váltott pengetés, ami pedig... Ami arról szól, hogy oda-vissza pengetek. De mindig. De mindig, igen. Mindig, tehát igen. A húrváltás van akkor is. Igen. Alapvetően egyébként a váltott pengetésben pont az a trükk, vagy hát nem trükk, hanem tehát ez kétszer olyan gyors, mint hogyha csak lefelé pengetnéd. Igen, egyszerű. Egyébként az egész, és ezt azért nagyon fontos viszont megjegyezni, mert ez konkrétan, amikor fel akarjuk gyorsítani a játékunkat, akkor erre mindig vissza kell gondolni, és be kell csapni az agyunkat. Mert amikor váltott pengetésben gondolkodunk, de erről majd lehet, hogy később visszatérünk, akkor ott gyorsan akarunk gondolkodni, és nem kell. És nem kell. Oké. Jó, tehát igen, tehát hogy ezt a váltott pengetés dolgot, ezt olyannyira el kell sajátítani, hogy ez reflexszerű mozdulat legyen. Igen, tehát hogy ez a mozdulat, nem tudom ennél jobban megmutatni. Igen, tehát az a lényeg, hogy a csuklód az nem így mozog, hogyha szemből mutatom. Tehát nem ez a mozdulat van, hanem a hát egyébként, ez például megint gitáros függő, hogy kinél melyik működik, mert valaki tényleg konkrétan így csuklóból fölle játszik. Nekem talán inkább ahhoz van közel, mint hogyha ez egy tenger lenne, és a körül forogna így a kezem, de persze nem ennyire durván, csak most, hogy lássátok a mozdulatot, amiatt eltúzom.
lehet, hogy valahol a kettő között van az igazság. Meg tudod mutatni, lassít, adjunk rá hangot, csak... Aha. Ugye nekem még egészen itt is Ami fontos, viszont, hogy nem innen, tehát semmiképpen nem könnyű. Így van, nekem... Kettő között van való. Ja. Jó. Igen. Szóval ez egy összetett dolog, és ki kell tapasztalni a saját magatoknak a legmegfelelőbb és legjárhatóbb utat. Ami a váltott pengetésben nekem például a problémát okozza, és már nem annyira alkalmazom, de eleinte csak így pengettem, az mindig a húrváltás volt. Főleg a páratlan számú hangoknál, mert ugye ott... Mindig megfordul Igen. És ilyenkor ütközünk nehézségbe, de ilyenkor, beszéljünk még arról, hogy milyen fajta pengetés létezik még. Ugye én például ezt a úgynevezett economy pickinget szoktam használni, amikor ebbe az irányba haladok. Ez ugye arról szól, ezt csak gyorsan megmutatom, hogy mindig a húrváltás irányába történik az első pengetés a húron, hogy le, föl. A váltott pengetésnél pedig ugye ennél a húronként három hangos vagy öt hangos dolgoknál az le, föl. És ilyenkor a váltott pengetésnél, és ott beszélhetünk azért a pengető dőléséről. Mert ugye én azért kezdtem el ezt az economy pickinget használni, mert hogy itt végig ugyanabba az irányba tud nézni a pengetést. Míg a váltott pengetésnél? Hát ott alkalmasint lehet vele szórakozni. Bizony. Azzal, hogy forgatja az ember, meg eleve az, hogy nem csak le-föl megy a mozgás, hanem egy kicsit befele-kifele. Igen, befele-kifele. Ezzel gyakorlatilag magát a húrváltást teszem könnyebbé. Ezt angolul mostában is nagyon sok videó készül el, ezt a pick slantingnek hívják. Aha. Hogy amikor például lefelé döntöd a kezed, akkor ugye a menekülési irány az a fölfelé, ugye ilyenkor távolodik el a húr, úgy, hogy meg tudod támadni a következő húrt, anélkül, hogy beleakadnál a következő húrba. Amikor például lefelé kell menekülnünk, akkor a kezünket egy picit el kell dönteni ahhoz, hogy ebbe az irányba. Tehát a gitártól kifele. És ez a váltott pengetésnél ez változik, szóval erre is érdemes figyelni, hogy ha beleakadtok, akkor lehet, hogy nem azért akadtok bele, mert hogy nem jól csináljátok, vagyis hát részint, de nem azért, mert hogy lassúak vagytok, vagy hibás az elgondolás, hanem azért, mert ezeken a nüanszokon nagyon sok minden múlik. Egyébként nekem az a tapasztalatom volt, amikor megpróbáltam így tényleg én is tudatosan, tudományosan utána menni tényleg a pengetésnek, kéztartás, meg minden ilyesmi, és nem mondom, hogy teljesen haszontalan, mert nagyon-nagyon sok hasznos dolgot, meg trükköt el lehet belőlük lesni, de igazából tényleg az van, hogyha ki lehetne jelenteni azt, hogy ezt így és úgy kell csinálni, igen, akkor jó lesz, akkor mindenki úgy csinálná. Igen. De nyilván ez nem így van, tehát itt nagyon fontos szerintem, ezt itt többször majd meg fogom valószínűleg említeni, hogy hagyjuk azt, hogy a testünk is dolgozzon, mert egyébként csodákra képes az emberi test ilyen szempontból. Tehát, hogyha hagyjuk azt, hogy maguk a mozdulatok minél természetesebbek legyenek, amire szintén vannak egyébként trükkök, akkor ezek nagyon fel tudják gyorsítani egyébként az egész folyamatot. Becsapós az, amit mondasz, hogy hagyjuk a testünket, és akkor itt egy ilyen kulcsmozzanatokat is felírtam magamnak, aminek az első, legfontosabb eleme szerintem a kulcsmozzanatok közül az a lazaság. Tehát igen. Akármennyire azt hiszi az ember, hogy a gyorsaság az azzal jár, hogy mint ahogy a sportban nem, mondjuk, igen, hanem pontosan nem. Tehát teljesen az ellenkezője, és a tested, például legalábbis az enyém, az úgy akart gyorsan meg, még a mai napig sajnos néha úgy akar, hogy irgalmatlanul befeszül, igen, és abból a izom feszességből próbál gyorsaságot, pedig igen, nem így kell csinálni. Igen. Hanem... Igen, ezért is mondtam ugye a videó elején, hogy itt ilyen nagyon sok ellentmondásnak látszó dolog lesz a sztoriban. Tehát tényleg egyrészt fontos a lazaság is, ugyanakkor meg, tehát hogy hagyjam a testemet, ugyanakkor meg kicsit át is kell verni a testemet. Igen. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Nekem az egyik kedvenc gyakorlatom, amire nem olyan régen jöttem rá, az egyébként az, hogy ezt csinálni, okay, de úgy, hogy közbe fogom a pengetőt, és ne essen ki a kezemből. Na, muti csak.
Tehát itt megint egy ilyen kvázi anatómiai képtelenségről igen, hogy lazza, beszélünk, hogy ne feszüljön be az egész, viszont itt ja, meg legyen annyi erő, hogy ne essen ki a kezünkből a pengető, és majd a pengetőnek a szorosságáról még... Mindenféleképpen, így van. Tehát, hogy alapvetően tényleg az a lényeg, hogy amit csinálunk, az, és itt kell tényleg becsapni egy kicsit megint csak a testünket, hogy amire azt gondolom, sajnos úgy vagyunk felépítve, hogy ha valamit gyorsabban, erősebben akarunk, akkor megfeszítjük az izmainkat. És valójában egy következő lépés az, amikor meg ezt így el tudjuk engedni, amikor az egész reflexzerűvé tud válni, és egyébként, ha már a sportot említetted, kétségkívül ott nagyon sok dolog van, amihez meg kell feszíteni magunkat, hogy erősebb és jobb legyen a dolog, de én ilyenkor a távol-keleti harcművészeteket, és hát ugye Bruce Lee-nak ott van a híres gyincses ütése, meg ilyesmi, aminek pont az a lényege, az erőnek az összpontosítása. Tehát inkább az, hogy a fölösleges energiaveszteséget tudjuk a rendszerből kiiktatni. Az egész pengetésnek, és akkor itt megint már áttérek a következő kulcsmozzanatra ezzel a gyönyörű kötéssel, hogy a hatékonyság szerintem az. Igen. És ez testügyileg is, meg hát rendesen fizikailag is, ugyanis a legtöbben szerintem azt gondolják eleinte, vagy talán azt gondolják, hogy a pengetésnek egyetlen egy feladata van, hogy megpengetjük a burt, és akkor örülünk neki, hogy megszólalt, mert ez az első dolog. Hát, ez fontos. Igen. De szerintem van még egy baromi fontos dolog, az felkészülni a következő pengetési mozdulatra, hogy utána tudjuk még egyszer csinálni. És ennek a hatékonyságát szerintem úgy lehet növelni, hogyha arra koncentrálunk, hogyha mondjuk megpengetek egy hangot, és itt van a kezem, ahogy mondjuk ennek így jól esne ez a penget, akkor utána baromi sok idő visszajönni, és megtalálni megint azt a húrt, hogy a következő mondjuk fölfelé pengetési mozdulattal megpengessen. Tehát a célom az az, hogy megpengessem a húrt, de valahol ott maradjak a környéken, és olyan pozícióba hozzam a kezemet, hogy fölfelé is meg tudjam pengetni. Szóval ez a minimum mozgás, vagy nem tudom. Igen, energiahatékonyság. Tehát ami mostanában a zöld ügyeknél is ugye fontos, de gyakorlatilag egyébként kb. Úgy, hogy zölden kell pengetni. Zöld pengetőkkel. Na jó, hagyjuk. Tehát, hogy igen, egyébként tök érdekes, hogy most ugye a pengetésről beszélünk, de alapvetően a bal kéznél is ez egy jellegzetes probléma szokott lenni bizonyos embereknél, hogy így nagyon messze kerülnek az ujjak. Tehát az fölösleges energiakidobás gyakorlatilag. És igen, a pengetésnél is tényleg arra kell törekedni, hogy ne ez a mozdulat legyen feltétlenül, bár valamikor az kell, nyilván. Ez egy másik sztori, de alapvetően minimális mozgással nagy energia jöjjön létre. Tehát közben azért van ereje a pengetésnek, de közben meg teljesen, tehát hogy nem fáj. Jó, ez baromi sok idő, és ezen, tehát hogy szerintem ez, van akinek egyébként ez valahogy úgy természetesen jön, tehát te is mondtad, hogy megpróbáltál belemászni, de alapvetően te még mielőtt belemásztál volna, azelőtt is baromi sokat, és jól tudtál pengetni, vagy baromi gyorsan és jól. Inkább azt mondjuk, hogy gyorsan is tudtam pengetni, de például pont ezzel volt gondom, pont amikor Kőbányára bekerültem annó, szegény Babos Gyuszi bácsihoz, aki ugye nem feltétlen a gyors gitározásáról volt azért híres, ettől függetlenül volt egy időszak, amikor így gondba kerültem a gyors pengetéssel. Pont ezért, amikről eddig beszéltünk, ezek nekem nem voltak meg ezek az információk. Próbáltam erőből, izomból megoldani mindent, és tényleg az volt a jelenség, hogy tudtam baromi gyorsan gitározni, pár másodpercig, vagy percig, meg mit tudom, és irgalmatlanul elfáradtam, és azért ez veszélyes játék tud lenni, mert az ember tényleg túltolja, meg ilyesmi, akkor ne adj Isten, inhüvelygyulladás, ismerjük ezeket, tehát azt jobb megelőzni. Igen, pont ebből szokott a kezdők, idézőjelve kezdők, vagy középkezdőknek a legtöbb baja lenni, hogy elfárad, akár ez a kezük, vagy akár ez a kezük, itt befeszül, mert ugye izéből pengetnek, izomból, és nem azért fárad el, mert nehéz igaziból azt csinálni, amit kell csinálni, nem, hanem mert feleslegesen. Valahogy rosszul csináljuk, igen. Na és az a lényeg, hogy a Gyuszi bácsinak mondtam egy alkalommal, hogy segítsen már ebben, mert egyszerűen azt érzem, hogy baromi gyorsan elfáradok koncerteken, meg ilyesmi. És azt mondta, hogy neki volt egy időszaka, amikor egy valami vendéglátó zenekarral a belvárosban egy helyen minden este ugyanazt a programot nyomták. Nagyon hozta meg minden, és nagyon fárasztó volt nyilván. És neki is voltak ilyen testtartás, kéztartás gondjai, és mondta, hogy nem tudta ő se egyszerűen, hogy mi lenne erre a megoldás.
És egyszer csak azon kapta magát, hogy így, már ugye nyilván reflexből, rutinból mentek a nóták, unta a műsort, és elkezdte bámulni a csajokat, meg az embereket, meg mindenkit, és azon kapta magát, hogy egyszer csak nem fáj a gitározás. Aha. És mondta, hogy az a jelenség, amit én azóta is figyelek, és mondom is mindenkinek, hogy, és megint csak a testet hagyjuk egy picit dolgozni, hogy például az, hogy ülünk. Ezen nem gondolkodik az ember, hogy igen, most egy kicsit hátrébb dőlök, a bal lábamat ráteszem, vagy nem, inkább a jobb lábamat a bal combomra. Nem, hanem ezt magától megcsinálja a test, ha nem figyelünk oda rá. Igen. De van az a klasszikus hülyeség is, ugye, hogyha elkezdünk úgy járni, hogy mondjuk magunkban, hogy előre helyezem a testsúlyomat, átrakom a jobb lábamat, de akkor orrásunk. Igen. Itt is kicsit ez a helyzet, bocsánat, ne haragudj mikrofon, nem bántalak többet, hogy... A gyakorlásnak én szoktam hagyni arra is időt, és szerintem nagyon fontos, hogy úgy gyakoroljak, hogy nem figyelek oda rá. Aha. Tehát, és ezt a Gyuszi bácsi javasolta ilyen szempontból, csak ezt én úgy tudtam otthon reprodukálni, hogy bekapcsoltam a tévét, és elkezdtem tévézés közben gitározni. Bármúli a csajok. Ízlés dolga. De igen. És az a lényege ennek az egésznek, hogyha nem figyelünk oda rá erőszakosan, hogy jaj, most hogy tartom a kezem, meg minden, akkor előbb-utóbb addig fészkelődik az ember, amíg beáll egy ilyen kellemes tartás, ami jól esik. Nyilván olyan gyakorlatokat, vagy olyan dolgokat érdemes ilyenkor csinálni, amiken nem kell gondolkodni. Amit már tudsz, egyszerűen gyakorlatokat, minden. És akkor így időnként, néhány percenként oda nézek, hogy tartom a kezem. És lehet, hogy valami egész más szögben lesz mondjuk a kezem, mert úgy kényelmesebb, úgy esik jobban. Úgyhogy ezt érdemes így kipróbálni. Egy dolog nagyon fontos ezzel a gyakorlattal kapcsolatban, hogyha van párunk, vagy családban élünk, vagy valami, akkor ezt semmiképpen ne előtt csinálják, mert világ legidegesítő dolga, amikor tévét néznél, és mellette valaki folyamatosan kattog. Illetve szerintem még egy fontos, de azt említetted is részben, hogy olyan gyakorlatok ne csináljunk, amikre nem arra figyelünk, hogy mit is kell pontosan csinálni. Nagyon egyszerű dolgokat, igen. Szóval ez is, de azért mondom megint csak egy ellentmondás, hogy itt tulajdonképpen egész eddig arról beszéltünk, hogy milyen szögben, hogy tartjuk, közben most meg azt mondom, hogy ne figyeljek oda rá. Ez a kettő, ez itt folyamatosan balanszt meg kell találni közötte, tehát időnként igenis oda kell figyelni, van olyan, amikor tudatosan kell próbálkozni, módosítani, hogy hát ha úgy jobb lesz, de ezt a kettőt, ezt így folyamatosan, párhuzamosan érdemes csinálni. Nagyjából kiveséztük, azt hiszem, a legfontosabb kulcsmozzanatokat itt a pengetéssel kapcsolatban, de néhány gyakorlatot azért csak mutassunk. Ahogy a kottás anyagban, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, amit majd le tudtok tölteni a Patreonról, is úgy kéne haladnunk, mint ott. Talán a legegyszerűbb gyakorlatok azok az egyhúros gyakorlatok, amikor az egyik húron próbáljuk összeszinkronizálni a pengető mozdulatot, meg az ujjainknak a játékát. Bal kéz, jobb kéz szinkron, így van, az egyik legfontosabb dolog. Aztán jönnek a két húros gyakorlatok, aztán a húronként egyhangos, kéthangos, háromhangos, szóval ez nagyon sokrétű dolog, mindenhol van egy kis szívás, hogyha őszinte akar lenni az ember. És akkor nem tudom, hogy erre neked van-e bármiféle elképzelésed, hogy mondjuk, hogyha te lennél az, aki egyhúros gyakorlatokat akar gyakorolni, akkor az mi lenne abból neked a mondjuk a sebesség, a precizitás, összehangolás, meg ezeknek a figyelembevételével az első? Én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb gyakorlat, két nagyon egyszerű gyakorlat van, ami egyébként szerintem nehéz. Az egyik az, amikor egész egyszerűen egy üres húrt elkezdek váltott pengetéssel pengedgetni. Igen. És nyilván ez szigorúan metronóm. Ja, bocsánat, most pont ugyanezt akartam mondani. De igen. Nyilván ez metronómra vagy dobgépre, de valami digitális kattyogásra. És alapvetően figyeljünk arra, hogy minél pontosabb legyen. Most itt nagyon nagy segítség tud egyébként lenni az, hogyha felvesszük, amit csinálunk. Tehát most már azért mindenkinek van valami kis DAF szoftvere, vagy ilyesmi. Az azért nagyon jó, mert ott ugye, hogyha beállítjuk a tempót, tehát hogyha a DAF-ból jön a takjel, és beállítjuk azt, hogy a grid vonalakat lehessen látni szépen, akkor gyakorlatilag látni fogjuk, hogy mennyire pontos a tengetés. De ez azért hasznos egyébként, mert ott látni fogjuk alkalmasint azt, hogy inkább sietünk, vagy inkább mögé játszunk. Igen. A mögé játszunk az a jobbik eset általában, de minden esetre nyilván arra törekedjünk a gyakorlásnál, hogy minél precízebb, pontosabb legyen. Ami még csak erről a gyakorlatról jutott eszembe, hogy ez is becsapós, mert hogyha én ezt a gyakorlatot, ezt mondjuk a G-húron, baromi gyorsan tudom játszani, de az kis vékony E-húron,
ott már valahogy nekem annyira más a kéztartás. Minden, igen. És szóval ezt mindegyik húrról érdemes gyakorolni. Ugyanez igaz a vastag éhúrra. Máshogy szól mindegyik húr, máshogy reagál, ugye vastagabb, erősebb, feszesebb, kevésbé ilyen. Szóval ez sem az, hogy a G-húron nagyon erős, vagy nagyon gyorsan tudsz pengetni, akkor nyertél. Nem, ugyanaz a helyzet kb. Mint a nyújtásoknál. Azokat is, ugye minden húrnak más a tenziója, tehát más a feszessége, más erőkifejtés kell ahhoz, hogy ugyanakkor a hangmagasságot nyújtsunk mondjuk. És itt kicsit a pengetésnél is ez van, hogy ugye a húrnak a feszessége is befolyásolja azt, hogy mekkora erővel kell nyomni be. Tehát ez bizony minden egyes húron ki kell gyakorolni. Plusz még, amire még talán nem tértünk ki, de már az elején érintettük azt, hogy hol pengessünk, tehát hogy hol legyen a kezünk. Még alkalmasint azzal is szórakozni egy kicsit, hogy beljebb pengetünk, vagy hátrébb, mert ezzel meg magát a szandot változtatjuk meg. Viszont ott is más lesz a ugyanannak a húrnak az ellenállása is. Ugye, ha hátrébb vagyunk, ott feszesebb a húr, egy picit itt lazább. Igen. Tehát ezt itt körbe kell járni, ezt az egész is. Mindenhol érdemes ezt, és nem felesleges időpazarlás ezeket próbálgatni, mert az éles szituba jön rá az ember, hogy hoppá, itt most a vékony éhúron kéne eljátszom valamit, és akkor nem jó, az kevésbé jó. És akkor a másik nagyon jó, volt valami? Nem, csak a hülyeség az mindig megy. Én adom a hülyeséget. A másik, ami eszembe jutott, az egyik legnehezebb gyakorlat, amit ön megbolondulok. Szerintem tudom, mi lesz. Valószínűleg igen. Nem tudom meg. Tehát, hogy lehet. Most sikerült véletlenül. Tehát az, hogy bal kéz, jobb kéz. Igen. Egyszerre mozogjon a kettő. Irgalmatlan nehéz. Igen, és megint azt, tehát, hogy amikor mondjuk van egy ilyen feladat, hogy a Peta ezt mondja, hogy ez nehéz, és ti szeretnétek ezt gyakorolni, akkor én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy oké, hogy ezt meg tudod csinálni, akkor csináld meg az összes többi újjal is. Nyilván, persze, meg a többi húron. Meg visszafelé. Nyilván. És akkor az mindig egy gyakorlatból próbálj annyit kihozni, amennyi csak lehetséges. Tehát majd a kotás anyagban sem az lesz a cél, hogy azokat gyakorold örökké, hanem... Ez megint a költséghatékonyság, hogy egy áráért valójában kapsz annyi gyakorlatot, amennyit csinálsz. Amennyi belőle. Eszedbe jut róla, így van. Szóval igen, ezek egyhúros gyakorlatnak szerintem sem könnyűek, meg az egyik legfontosabb, főleg ez az egyhúros pengetés. De az egyhúros pengetésnél még ugye az is, hogy lefogsz-e rajta a hangot. Tehát, hogyha itt pengeted el ezt a húrt, más érzés, mintha itt pengeted a húrt, mert megint csökken a távolság és feszettség. Szóval ezt is érdemes mindenhol gyakorolni. Kicsit több ujjas egy húrosra még azért mutassunk példát, amit te mondjuk szoktál volt. Szerintem legegyszerűbb dolog, egy skála részlet, három hang mondjuk oda-vissza. Aha. Itt is törekedni a pontosságra. Egyébként most itt nyilván itt összesűrítjük a dolgokat, meg nem akarom húzni az időt, ezért megmutatom lassan, picit begyorsítom. Igen. Nyilván ez metronomnál máshogy működik. Ott is nagyon-nagyon fontos egyébként az, hogy amikor metronomra gyakorolunk, akkor keressük meg azt a tempót, ami nekünk legkényelmesebb. Uh-huh. És ez nem feltétlen a leglassabb lesz. Abszolút. Ez mindenkinek más. Egy ilyen középtempó 100-120 BPM környékén, 8-adokkal mondjuk, megkeresed azt, ahol a legpontosabban, legjobban kontrolláltan tudsz pengetni, és ahhoz képest én úgy szoktam csinálni, hogy ötösével lépkedek BPM-be, tehát mondjuk 100-ról indulok, 105, 110, 115, stb. És amikor már kezdem érezni, hogy már rezeg a léc egy kicsit, akkor nem erőszakosan tovább menni még, hanem akkor kicsit vissza, mondjuk 10 BPM-et, és onnantól kezdve pedig rendesen kettesével, vagy akár urambocsán egyesével. Ugyanis amikor a határon vagyunk, ott már valójában 1-2 BPM is számít. Abszolút. Hallani, amikor hallgatom a metronomot, ott nem tűnik fel a különbség mondjuk a 180 és a 182 között. Igen. De érzed be, hogyha a határon vagyok, akkor számít alkalmasint az is. Ami, hogyha ilyen gyors dolgokat akartok gyakorolni, ez az egyik, ez a legtipikebb, ez a... Ez mindenki szokta volt csinálni szerintem régebben, de amire én rájöttem mondjuk mostanában, az a ezt speed burstnek hívják angolul, hogy nem az egész képet egyszerre akarod megfesteni, hanem részleteket, és akkor mondjuk beállítod a metronómot olyan tempóra, amit egy húron, még mondjuk végsebességgel idézőjelben tudsz csinálni,
és részenként építed fel a feladatot, most átjövök ide, hogy ne ilyen mélyen legyek már, de hogy... És csak egy, azokat a kulcsmozzanatokat játszott ki, amik ugye nehezek, például a húrváltás. És utána pedig így haladsz tovább, ugyanez igaz természetesen visszafelére is. Ilyen gyakorlat azt hiszem, lehet, hogy van is a kottásanyagban, mindegy, de hogy ezzel, hogyha részekre szeded a dolgot, és de koncentrálva a következő lépésre, akkor szerintem a sebességet így nagyon jól lehet fejleszteni. Igen. A másik dolog, ha már a sebességfejlesztésről beszélünk, az pedig megint csak egy kicsit az agyunknak az átverése, jó értelemben véve. Erre pedig kedves barátom, aki nem gitáros egyébként, cserébe dobos, a Borlai Gergő mondott egy nagyon érdekes trükköt. Régen a dobos farsangon mindig volt kirakva egy ilyen dramométer nevű cuccának, az volt a lényege, hogy egy perc alatt váltott kézzel, minél többet krampácsolni rajta. És akkor én is kipróbáltam, és egyébként néhány igen neves magyar dobost megelőztem egyébként, de hát nyilván ez semmit nem jelent dobolás szempontjából, de csapkodtam, mint halaszatyorban. És akkor mondta Gergő, hogy oké, most próbáljam meg úgy, hogy hangsúlyozok. Aha. Hát mondom, biztos, hogy nem lesz gyorsabb, hát mondom, örülök, ha egyáltalán tudok csapkodni valamit, nem, hogy még figyeljek arra, hogy az egyeket kéne. Szóval próbáld ki. És akkor jó, nézzük. És rendesen rávertem saját magamra, még nem tudom mennyit, de sokat. És az a trükk az egészben, és ez működik pengetésnél is, hogy nem mindegy az, hogy az agyamnak 16-odokba vagy 32-edekbe kell gondolkodni, egy kis túlzással, vagy pedig csak azon gondolkodom, hogy és a többit pedig kitöltik. Ugyanúgy, mint ahogy a filmrendszer működik ugye a szemnél, igen. is az a lényeg, hogy valójában állóképeket látunk, csak gyorsan, és az agyunk az pedig szépen kitölti a köztelevőrét. Ugyanezt meg lehet csinálni a pengetésnél. Hogy... Valójában azt pengetem, hogy a többi meg közte. Reflex mozgó. Így van, abszolút, igen. Tehát, de hangsúlyozásra akartam egyébként beszélni. De tök jó, hogy felhoztad, mert hogy néha meg rossz. Tehát, hogyha például olyan ficsiket játszol, vagy ilyen gondolatmeneteket, akkor például a húrváltások kihangsúlyozása, ami nagyon sokaknál előfordul, akkor az megnehezíti a dolgot. Tehát, hogyha mondjuk egy húronként három hangos dolgot így játszol, akkor ebből az Istennek nem lesz 8-ados vagy 16-ados figura. De ennél, amikor ilyen sebességfejlesztő gyakorlatban, ez az egyik legfontosabb dolog, hogyha 16-odokat játszol, akkor a metronóm egye, vagy a metronóm ütések, ugye a negyedek, azok ki legyenek hangsúlyozva. Yes. Mondom, ez kifejezetten arról szól, hogy tudjuk effektív technikailag felgyorsítani a dolgot. Az, amit mondasz, teljesen jogos meg minden, azok már nyilván speciális dolgok. Igen. Itt megint az van, hogy nem az van, hogy egy gyakorlattal megmentjük a világot, azt vagy biztos. Valami, hanem sok kis részletet kell megnézegetni, és akkor abból egyszer csak összeáll egy kép. Még ilyen nagyon triviálisnak tűnik, de egy húros gyakorlatok közé láttam egy nagyon jót. Az pedig ez. Ez ugye pont 16 hang, és a logika az, hogy így építkezünk, hogy menjünk az egyes újról a kettesre, aztán vissza az egyesre, aztán közbe véve a hármasra, aztán vissza az egyesre, aztán a négyesre, és vissza az egyesre. Csak ugye itt is a hangsúlyok. Szokatlan. Ezt össze kell rakni fejbe. Ezzel csak azt próbálom mondani, hogy ha megvan ez a gyakorlat, vagy megtanultátok, akkor ezt azonnal meg kell csinálni visszafelé. Ezek... Taníts egy ficsit visszafele. Hogy van? Ezek semmi ficsi értelme nincsen ennek. Oké. Jó, tehát az egyhúros gyakorlatokon akkor szerintem a legfontosabb az a kétkész szinkron, illetve hogyha nagyon sebességet akarunk fejleszteni, az a hangsúlyok, az abszolút jó. Menjünk kéthúros gyakorlatokra, és akkor itt beszéljünk majd egy picit jobban a pengető dőléséről közben. Mondjuk egy... Mondjuk legyen egy ilyen háromhangos, vagy háromhang, egyhang. Legyen a Paul Gilbert. Paul Gilbert, annál jobb nincs. Azt te például hogy játszod?
adja magát egyszerűen az, hogy lefele pengetéssel kezdem, lefölle, és pont jól jön ki a kurváltás. De pont ezért szoktam ezt szivatni magam úgymond, meg felkészülni a nagybetűs életre, mert ez nem mindig jön ki így, hogy direkt visszafele kezdem. Aha. Tehát, hogy fölfele pengetéssel kezdem, hogy kvázi rosszul jöjjön ki a húrváltás. Igen, most koszos is egy kicsit. Képzeld el! De nekem már ez a természetes, amiben... Tényleg? Én... Ah, de várjál, hogyha oda teszem a hangsúlyt. Igen, hát kicsit összeakad, de igen. Igen, 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 igen. Na. Szóval, igen, itt a váltott pengetésnél ugye az történik, hogy az oké, hogy le, föl, de mikor, ugye le, föl, le, akkor neked itt kicsit ki, kicsit kell, ki kell fordítani a kezedet, különben beleakadsz a húrba. Vagy a másik, amit észrevettem magamon is, meg más gitárosoknál is, hogy lehet alkalmas, mint egy ilyen irányú mozgás is. Aha. Tehát az, hogy kvázi kiveszem a húrok közül azt a egy picit a hanggal. Aha. Tehát, hogy egy kicsit el van is egy távolodott kicsi, aha, aha. Most kicsit eltúloztam, igen, igen. De alapvetően ez is tud működni a tisztogatás érdekében. Ne szóval, hogyha ez a gyakorlat nem megy, akkor erre a mozdulatra, sőt, hát ugye ami a még nehezebb benne, hogy a visszafelé jövésnél megint, mert igen. Ugye ott... Bár ott már... Na. Igen, tehát hogy nincsen olyan, hogy most ez neked biztos, hogy működni fog, de hogyha mondjuk váltott pengetéssel szeretnél, akkor ez a mozdulatsor, ami itt a húrváltás, az inkább a... Meg nagyon fontos tényleg az, hogy a fülünket használjuk folyamatosan, tehát vegyük észre azt, hogyha koszos. Mint bizony. Ahogy most én is hallom, hogy például ezt most biztos, hogy hazaviszem, megsajnálom ezt a gyakorlatot, és elkezdek vele erőszakosan vacakolni, mert idegesít az, hogy hallom, hogy koszos. Ja. És akkor olyankor tényleg el kell kezdeni megfejteni, hogy akkor mi lehet a hiba. Valószínűleg nem jól veszem ki a húrok közül, igen. Vagy rosszul tartom a kezem. Minden gyakorlásnak a legfontosabb lépcsőfoga az, hogy őszinték legyünk magunkhoz. Az nagyon fontos. Ha elhiszünk, jó az így. Jó ez így, igen. Jó, oké. Még egy baromi jó tanács van szerintem itt, amikor akár visszalézve az egyhúroshoz, vagy bármilyen gyakorlathoz, amit nézel, amilyen mechanikusabb gyakorlat, és nem az, hogy egy figurát gyakorolsz be, az a, hát nem tudom, hogy ez-e az, de amikor a metrikus moduláció, hogy nem ugyanazzal a, nem tudom, hogy hívják ez. Amikor eljátszod ugyanazt, hogy mondjuk, ez mondjuk triolás, ugye, hogy... Hogy először nyolcadossal, ja, aztán triolással, ez a ritmus piramis, amikor lépegetsz benne, hogy játszod negyedeket, negyedes triolákat, nyolcadokat, igen. Nyolcados triolákat, tizenhatodokat. Ezt egyébként egy hanggal is baromi jó játék csinálni. Bizony hogy... Isten. Az a legegyszerűbb gyakorlatilag, és nagyon fontos gyakorlat tényleg, amikor metronomra elkezdem az... Aztán visszafele. Ez egy nagyon jó gyakorlat. Amivel én szeretem még ezt csinálni, hogy a skálázást bizony. Így felépíteni. Tehát rendesen egy nagy ívű skált. És így tovább. Ezekkel szórakozni. Szigorúan metronomra. Menjünk akkor egy picit tovább, hogy amikor több húros dolgokról beszélünk, akár két hangos pentaton skálák, hogy ott azért a gyorsaság az ez nagyon, nekem nagyon nehezen jön. Tehát, hogyha például egy lápentaton skálát kell gyorsan eljátszani, pedig végeredményben itt ugye nagyon sok minden nem történik a jobb kézben, mert jó irányban jön ki a húrváltás. Igen, csak jó. Folyamatosan változik így a pozíció. Van, így van, és itt nagyon gyorsan ez változik. Ugyanez, amikor egy hangok vannak váltott pengetésen, mondjuk arpeggio. Ezek is baromi nehéz dolgok. Nem tudom, te ezeket Isten. Hogy, vagy szoktad ezeket? Szoktam egyébként gyakorolgatni,
A pentatonos fikcsit azt már egy viszonylag sikerült jól kigyúrni, annak ugye Zach Wilde a nagy úristene. Ezek a... Ez nagyon nagy fikcsi, nagyon egyszerű, de irgalmatlan. Igen, ezek a legszebbek általában. A másik ugye, amikor meg húronkénti egyhangos végsősoron ilyen arpeggiók, abból Magyarországon a Szekeres Tomi egyébként, aki ezt nagyon fúra járatta. Uh-huh. Annak idején beszéltem vele erről, és úgy a klasszikus gitározni tanult, és hát ott ugye nem volt sweep picking, tudom én ilyenek, hanem ott tényleg ki kellett pengetni minden egyes hangot, és ő gyakorlatilag azt a technikát úgymond áthozta az elektromos gitárra, és ő egyébként elképesztő sebességgel uh-huh. ugye gyönyörűen kristálytisztán ezeket a nagy ívű arpeggiókat váltott pengetéssel kijátszani. Illetve hát külföldiek közül meg hát a Meola ugye megint csak, aki nagyon nagy dzsanista ezen a fronton is. És erre megint van egy borzasztóan egyszerű balkéz nélküli gyakorlat. Igen. Amikor elkezd az ember szépen... Aztán triolák. Aztán... És a Mission Impossible gyakorlatilag... És ugyanabban a tempóban. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon egyszerűen kivitelezhető, vagy nagyon egyszerűen felépíthető gyakorlatok, baromi nehéz őket megcsinálni, és... Azért érdemes velük mégis foglalkozni, mert annak ellenére, hogy ilyet soha nem fogsz játszani. Valószínűleg. De olyan sokszor előfordulnak ezek, tehát például ez a... Na. Ez a pentatonoknál. Ott ezt történik. Ez pontosan, vagy a húronként három magasat. Az a, na most mutatom hanggal, tehát hogy a... Ez a pentatonnál fordul elő, a húronként három hangos, ez a... Az pedig... Ez pedig itt fordul elő, szóval... És egészen más, ha csak a jobb kezedre kell koncentrálni, meg más az, hogyha már a bal kezet is behozod és szinkronba kell hozni. Igen, itt alapvetően ez is egy nagyon fontos dolog, tehát jó, hogy a pengetésről beszélünk, de nem lehet kikerülni azért nyilván a bal kezet se. Ez ilyen örök... nem probléma, hanem egy létező jelenség a gitárosoknál, ugye, hogy a két kéz az nem mindig egyformán ott tart, és nem egyformán fejlődnek. Tehát mindig vannak időszakok, amikor kicsit a bal kezünkre kell jobban rágyúrni, valamikor a jobb kezünk marad le, és azzal kell, és ezt így folyamatosan szépen így kell tologatni, de igen, fontos. És hát ugye a kettőnek meg utána az ötvözése ugye a szinkron, tehát hogy nyilván. Tehát magyarul arra akarok kitérni, hogy van olyan időszak, amikor az ember kifejezetten mondjuk balkézre gyúr, mert uh-huh. vannak olyan gyakorlatok is, amihez nem is kell jobb kéz, igen. És az is nagyon fontos. Vannak ezek az üres húros sztorik, de valójában meg nagyon fontosak azok is, ahol meg nyilván mind a kettő van, mert ott lesz meg a szinkron. Hát hogy a fenében. Illetőleg még egy baromi fontos, hogy ez is kb. Paul Gilbert, még a nem tudom, színes hátteres videó, szerintem az kb. Mindenki látta. Hogy hozd magad olyan helyzetbe, ahol azok a dolgok vannak, amik nehezen mennek. Tehát, hogy ha arra koncentrálsz, ami könnyű, és ugye erre csinálta ő ezt a gyakorlatot, a... pont ugye a húr kikerülés nehézsége igen. miatt megismétli azt, és amiatt még extrább nehézséget okozva magának. Azaz. Bitang. Igen. Hát neked már kevésbé okoz nehézséget, de hogy ez a cél, hogy olyan feladatokat csinálj, aminek kihívás van. Egyébként ilyen kihívások egyébként például szerintem, hogyha szekvenciákat gyakorol ember, amellett, hogy azok a dallamvilágot, meg az improvizációban is nagyon gyakran használunk szekvenciákat. Egy húros gyakorlatoknál csak párat azért mutassunk szerintem, ami nagyon egyszerű, az a... Hát, mutass te... Ez ráadásul ilyen új terpesztő gyakorlatnak is jó. Nyilván nem itt érdemes elkezdeni, hanem itt, ahol kicsit kényelmesebb. És akkor
ezzel lehet szépen lefele ürögetni. Vagy akár nem csak a helyben lévő szekvenciák, hanem ott ez a... Igen, bounce-tén. Így van, így van. Pontosan, így van. Ez, ugye, és ami megint fontos, hogy az, hogy kigyakoroltad egyszer, gyakorolt ki egy másik skálában, gyakorolt ki a harmadik skálában, gyakorolt ki harmonikus mollban, egészen más új terpesztések vannak harmonikus mollban, mint mondjuk egy sima durskában. Úgyhogy igen, és akkor ezt eljönnek, hogy vagy a négy hangos verziója ugyanennek, és akkor ezt is visszafelé. Van nagyon jó gyakorlat arra is, hogy bal kézre, hogy a pozícióváltások minél gyorsabban és precízebben meglegyenek. Így van. És akkor vannak az olyan szekvenciák, amik szintén baromi jók, hogyha egy egész skálán végigmegyünk. Mondjuk ez a legtipikusabb, ugye a négy hangonként. Én már ezt most már csalással játszom. Igen, de folyamatosan forog itt is a pengetésváltás. De váltott pengetése. Váltott neked is, igen. Persze. Igen. Itt meg a G, meg a H húr között genya. Pontosan. Genya, és ugye ez akkor értem szerint, ez is visszafelé. Illetőleg a tercskála. De hogy tehát mindig arra kell figyelni, hogy ezek azért is szekvenciák, mert a jobb kéz is szekventálva van. Tehát általában két húronként, vagy legrosszabb esetben három húronként ugyanaz történik benne, és hogyha ezt felismeritek, akkor sokkal hamarabb tudtok túllendülni a nehezebb részeken. Ugyanez a probléma mondjuk egy pentaton szekvenciánál, abból neked van, amit te így szívesen játszol? Hát, nekem a kedvencem ez a Zach Wild féle. Tehát, hogy 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3. Nagyon jól is, halványos. Látom, halványos, igen, halványos, igen, 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 igen. És igen. Hát igen, itt mondjuk ugye pont az a nehéz, hogy mindig ugyanaz történik, csak mindig máshol történik ugyanaz. És nagyon fontos a jobb kéznek a magassági beállítása, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Hát, igen, nem tudom, nekem már ez viszonylag, itt is ennél a gyakorlatnál például kifejezetten segít az, hogyha ilyen irányba is döntve van a pengető. Így van. Mert gyakorlatilag folyamatosan pozícióba hozod. Így van. Most direkt elhúzom. Igen. Tehát, hogy ez így viszonylag adja. De például én a Joe Bonamassát láttam talán, hogy ő abszolút nem így csinálja ezt a gyakorlatot. Ő alulról támadja a húrt. Aha. Az borzasztó nehéz. Jó. Igen, genya. De amúgy lehet ez szivatásnak, így van. Tehát hogy az baromi fontos itt is és minden gyakorlásnál megjegyezni, hogyha olyan szituba hozod magad, ami nem megy, az nem kellemetlen, meg én nagyon sokszor kellemetlen érzem magam, miközben gyakorlok, hogy Jézusom, hogy ezt mi az Istenre nem tudod eljátszani, de hogy ez nem az, hanem pont ez a fejlődésnek a kulcsa, hogy kínozd magad, és hozd magad olyan helyzetbe, ahol ami nem megy. Fél, mi azon rögök egyébként, ahány videót itt csináltunk eddig veled, mindegyiket végignéztem, mindegyikbe belesülök valahol. Tehát mindegyikbe bevállalok valami olyat, hogy ez nem megy. És akkor mindig hazamegyek, és akkor erőszakosan megpróbálom helyre tenni. De ez így van rendjén. Tehát, hogy jó, nincs hát olyan, persze, minden így van, tud. Így van. Hát kivéve. Na jó, van, de én se élek örök. Oké, Peta, hogyha valami konklúziót kéne, és ilyen össznépi jó tanácsot a pengetéssel, akkor mi lenne neked az?
Hagyjatok ami... a fejét, semmi értelme. Pengessetek újjal. Viccet félretéve egyébként, ezt még pont akartam említeni, bár ennek a témának az újjal való pengetésnek nyilván nem én vagyok a szakértője, tehát nem sok közön van az ilyen chicken picking, meg fingerstyle dolgokhoz, de műkedvelőként nagyon szeretem egyébként nézni, hallgatni. De nem kifejezetten a szant szempontjából viszont nagyon fontosnak tartom, hogy már akár itt az elején is azért említést tegyünk róla, hogy azért lehet máshogy is. Mert a pengetőnek, ami van a jellegzetes hangja, amit amúgy nagyon szeretünk, ez a kis kattogás, ez valamikor ezt nem akarjuk hallani. Uh-huh. Tehát, hogyha ilyen finomabb, líraibb dolgokat akar az ember, ez egy egészen más szand. Ezekre viszont zseniális dolog, és nyilván ez már egy teljesen más világ, majd ezzel csinálsz valakivel, aki ért hozzá tényleg egy másik videót. Elképzelhető. De alapvetően csak így a szand miatt akartam, hogy ezt is említsem, mert ha már itt vagyok, akkor elmondom azt, hogy én miket szoktam csinálni. Tehát, hogy valamikor nem használok pengetőt, hogyha ilyen lágyabb hangot akarok. Ennyi. De attól még az összegzés az nem született le. Igen. Hát figyelj, az összegzés az egyébként tényleg az, hogy mindent mindenhogyan gyakorolni. Szépen módszeresen felépítve ez alatt azt érte, hogy tényleg az alapoktól elkezdeni, kicsit odafigyelni, hogy fogom a pengetőt, főleg a pengetőnek a szorítása, az is ne legyen túlságosan erőszakos, hanem csak annyira mozogjon, vagy szorítsuk amennyire szükséges, de legyen egy kis mozgástere. És akkor tényleg ezek az egyszerű gyakorlatokkal elkezdeni, menni a bonyolultabbak felé, és egyébként a másik nagyon hasznos dolog még ezekkel a gyakorlatokkal kapcsolatban, hogy ezek nem csak tanuláshoz használhatók, hanem szinten tartáshoz, illetve bemelegítéshez. Jaj, de jó, hogy mondod. Különösen, ha már ilyen téli időszak van, fontos tényleg erről is beszélni, amikor az ember mondjuk a hidegből, fagyból bemegy a jó meleg szobába, ezért nyakába veszi a gitárt, és elkezd mumsling gyakorolni. Tehát, hogy az nem úgy van, ott kell a testnek azért egy kis idő, mire asszimilálódik, és erre is tök jók például ezek a gyakorlatok szépen lassan elkezdeni, húronként. Hogyha én, de nyilván most én vagyok itt a tanonc, de tehát a metronóm, az szerintem, hogyha... Jó barát. Anélkül igaziból... Tehát végsebességen gitározni egyszer sem kell majd valószínűleg az életben, vagyis nagyon ritkán. Egyszer majd ilyen. Majd szólunk. És hogyha csak végsebességen tudsz gitározni, akkor az nagyon kevés dalba lesz majd megfelelő. Szóval a metronóm tudatos, módszeres használata az szerintem az egyik legfontosabb, illetve a lazaság és a hatékonyság. Mármint ez a kéztartásban, meg a fizikai mozdanatokban ez a pengetésnek a kulcs. Fontosságú dolgai. Bármi maradt-e még benned ezzel kapcsolatban? Peta, mutatni való, mondani való? Egy dolog még talán, amiről végsősorban nem is beszéltünk, pedig tényleg nagyon fontos. A pengető maga. A pengetőnek az anyaga, alakja, meg ilyesmi. Ja, aha. És itt sincs szentírás. Tehát az, hogy én ilyet használok, ez egy dolog. Ez minden más gitáros meg más miatt használ. Igen. Szóval erre sincsenek aranyszabályok, vagy ilyesmi. Nekem ami fontos, és akkor megint ebből indulok ki, hogy én hogy gondolom, nekem fontos a pengetőnek a vastagsága, hogy az komfortos legyen. Aha. A pengetőnek az alakja, tehát az, hogy egy picit hegyes legyen, igen, ennek a dőlésszöge sem mindegy. Igen. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy mondjuk egy sima hagyományos pengetővel nem tudnék játszani, tudok, meg szoktam is egyébként ezekkel is mondjuk szivatni magam, igen, mondjuk, igen. Nem létező alakú pengetőkkel. De a saját... Tányér szék. Igen. Link. Ja, abszolút. De tényleg olyan szempontból meg fontos, hogy a saját komfortunk meg minden ilyen szempontjából meg igenis fontos ezekkel is kísérletezni. A tapadása a pengetőnek, milyen anyaga legyen. És hogy ezt tényleg nehéz elhinni, de én például az most az elmúlt két évben pengetem egyfajta pengetővel, és el sem tudtam volna képzelni, hogy másmilyen pengetővel. Jött-e valami,
És annak a szöges ellentétje pengetővel kezdtem el pengedni, és most el sem tudom képzelni, hogy azzal hogy tudtam pengedni. És hogy ezek a nagyon pici nüanszok, hogy mekkora a pengető, mármint hogy méretileg, vastagságilag, milyen anyaga van, milyen formá, tehát hogy ezek drámaian tudják befolyásolni. Igen. Egyébként. Ezekkel is érdemes tényleg kísérletezni. Én nem azt mondom, hogy most erőszakosan be kell rendelni 300 darab pengetőt mindenhonnan, mert az drága is lenne. De alkalmasint tényleg érdemes nyitottnak lenni mondjuk arra, hogy kipróbáljunk valami mást. Még akkor is esetleg elsőre nagyon furcsának tűnik. Hát gyerekek, ez lett volna az első, azt hiszem az a címe, remélem, hogy egy a téma, ami a pengetésről szólt. Hogyha bármi kérdésetek maradt, azt nyugodtan írjátok meg kommentben, szerintem te is majd figyelni fogod, meg hát én is, amiben tudok segítek. Illetve ne felejtjétek, hogy a Patreon oldalamon fel lesz a kis kottás gyűjtemény, tényleg már szerintem, nem tudom, már most van benne, vagy 30-40 gyakorlat, amit lehet gyakorolni. Peta átnézte, azt mondta, jó lesz. Lektorálta, igen. úgyhogy nagy baj tényleg nem lesz vele. Szóval ne felejtsétek, hogy onnan tudjátok letölteni, illetve akik felé a csatorna tagok, van ez a funkció, azok pedig majd megkapják azokat a videókat, amit itt Petával külön rögzítettünk a brutálisnál brutálisabb signature gyakorlat ficsijeiről is. Szóval köszi szépen, hogyha bármilyen formában is támogattok, akár a Patreon, szuper köszönet bárhol, vagy csatorna tagok lesztek, és jön majd ebből a sorozatból is a következő adás, amit még pontosan nem tudok, mi lesz, de elképzelhető, hogy vagy a legátózás, vagy a teppingről, vagy az arpeggióról, vagy valamilyen elméleti fejtegetésről van bőven miről beszélgetni. Peta, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ismét a feneketlen kút tudásodat, ami gyakorlatilag kimeríthetetlen. Igazából minden videóhoz téged kéne hívnom, na, szerintem. Persze, valószínűleg. Nem lenne unalmas. És akkor biztos, hogy megtanulnék mindent, de hát minden videóhoz más tervezek, hogyha azt gondoltátok volna, hogy nem. Szóval köszi szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Peta, neked is extrémen köszönöm, hogy köszönöm eljöttél. Köszönöm én is, hogy itt lehettem. És gitározásra föl, most kezdődik az új év, mikor, ha nem most. Úgyhogy ideje belevágni az alapos fejlődésbe. Hajaj! Csőzzetek, sziasztok! Csőzzetek.